Köszöntöm kedves nézőinket! Döntés után című rovatunkat látják, ami egyszer, mint azt is jelenti, hogy ülést tartott Hévízváros képviselőtestülete. A múlt héten, hogy mi történt az ülésen, erről fogunk szót váltani Kepri József János alpolgármester úrral. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ha én jól értelmezem a meghívót, akkor az ülés egy nagy részében azzal foglalkozott, hogy értékelje az önkormányzat intézményei és az önkormányzat érdekeltségi körébe tartozó szervezetek és gazdálkodó egységek első fél éves teljesítményét, beszámolókat hallgattak meg és fogadtak el. Ugye minden rendben? Így van, köszöntöm a kedves nézőket, köszönöm a lehetőséget. Minden rendben van az önkormányzat cégeinél, KFT-inél, illetve azoknál a gazdasági társaságoknál, ahol az önkormányzatnak részesedése van. Ezek éves, féléves beszámolók voltak, ezeknek az elfogadása volt gyakorlatilag napirenden. Itt mindent rendbe talált, mint a könyvvizsgáló, mint pedig a képviselőtestület ezeknél a cégeknél, ezekben a működésekben. Az önkormányzat cégei közé tartozik, és az önkormányzat munkájának jelentős részét teszi ki a turizmussal való foglalkozás. Természetesen itt is szóba került, ugye hivatalosan is, meg olyan formában is, hogy különféle tervek, elképzelések napvilágot láttak. Mi a helyzet a turizmus ügyben? Hévízen ez megkerülhetetlen kérdés. Így van, hiszen Hévízen, ha a gazdaságról beszélünk, akkor minden turizmusról szól. Ez teljesen természetes. Így ezek a cégek is, akiknek a beszámolóit elfogadtuk, mint az Aquamarine Kft., mint a Reptér, mint a Nonprofit Kft., vagy akár a Sportkör is valamilyen módon kapcsolódik természetesen a turizmushoz. Ki kell emelni a Nonprofit Kft. Munkáját, már csak azért is érdemes erről beszélni, mert a városban történtek bizonyos átrendeződések a turisták tekintetében. Ugye beszéltünk egy orosz visszaesésről, aminek számos körülménye volt, ez ugye nem részletezem, ezt mindenki nagyjából ismeri, tudja. Erre föl a város és a Nonprofit Kft. Elkezdett olyan piacokon aktivitást kifejteni, ahonnan remélhetőleg sok vendéget vártunk, és várunk a jövőben is, akik ellensúlyozzák ezt a kieső orosz hiányt. Ezek a cseh, lengyel és a szlovák piacok. Az látszik a Nonprofit Kft.-nek a beszámolójából is, hogy ezeken a piacokon komoly aktivitást fejtettek ki, és ennek az eredménye a statisztikákon már nagyon jól látszik. Ez azt jelenti, hogy az idei év megelőző évek hasonló időszakához képest már olyan számokat hoz, mint 2014, ami rekordévnek számított, sőt úgy néz ki, hogy ha minden jól megy, és a pravoszláv karácsony is jól sikerül idén, miért ne sikerülne jól, akkor még az sem elképzelhetetlen, hogy rekord évre számíthatunk a turisták számát illetően, és a vendégészakák számát illetően. Ez már egy átrendeződött vendégkör, ezt is tudni kell, tehát nem az a nagyon jó költő orosz vendégkör, bár az is emelkedik láthatóan. Ez a cseh, lengyel, szlovák vendégkör, akik nagyon szívesen jönnek hozzánk, nagyon szeretnek bennünket, és hát óriási növekedés látható a statisztikákban. Így van, hát ha lehet számosítani, ha jól emlékszem, 20-30-40%-os növekedés tapasztalható, csak az első fél évet figyelembe véve, ugye 2014-hez képest, 15-öt nem tekintjük bázis évnek, mert hogy akkor volt ez a mérhetetlen nagy orosz turista visszaesés, úgyhogy arra nem lehet alapozni, nem egy igazi összehasonlítási alap. A jövőre nézve tehát akkor biztatóak az előjelek. Ha már a turizmusról beszélünk, volt egy nagyon sajátos napirendi pont, talán sikertörténetnek nevezhetném a város életében és turisztikai attrakciói közepet, a Hebit, a kerékpáros szolgáltatást. Így van, a Hebi egy nagyon sikeres EU-s pályázata a városnak, amit Kapronca városával közösen végeztünk. Ez a beruházás egy olyan közösségi kerékpárrendszert hozott létre a városba, amit láthatóan, mint a városiak, mint az ide látogató vendégek szeretettel használnak. Jól kihasználnak, hiszen a turisztikailag frekventált pontokat köti össze a városban, ugye ez is volt a cél a Hebivel. Napi átlag 45-50 bérlés van, ami egy szép számnak tekinthető. Jól látszik, hogy a kerékpárok bírják ezt az intenzív igénybevételt, amit itt a város dimbes dobos körülményei megkívánnak. Hát itt szeretnénk... Kérdés az, hogy a használók bírják-e. Ez egy nagyon jó kérdés, igen. Láthatóan
Az elsődleges cél ugye, mint ahogy mondtam, ezeknek a pontoknak az összekötése, a turisztikai pontok összekötése, és innentől fogva ugye az egregyi városrésznek egyfajta jobb megközelíthetőség a bevonása, az az útvonal pedig, ami akár a Nagyparkolóból, akár a polgármesteri hivatal előtt, Attila utca, az Rinyi utcán keresztül elvezetnek az egregyi városrészig, azok jól kerékpározhatók viszonylag, tehát ott talán nem kell olyan nagy szintkülönbségeket megtenni, de ezen tovább gondolkodva nyilvánvalóan szeretnénk fejleszteni az eszközparkot is. Elképzelhető, hogy a jövőben majd, hogyha pályázati lehetőség van, elektromos kerékpárok beszerzésére is sor kerül, illetve ezeknek a kerékpároknak a korszerűsítése is napirenden van, ahogy amortizálódik, úgy egyre korszerűbb és könnyebb vázas kerékpárok kerülhetnek majd beszerzésre. Ha már beszéltünk a turizmusról és elkanyarodtunk, tekeredtünk a kerékpárok felé, akkor szóba kell hoznom, hogy egy olyan pályázatról is döntött a testület, amely szintén a kerékpározással foglalkozik, kicsit áttételesen, és szintén nemzetközi együttműködést feltételez. Így van, ez egy osztrák-magyar interreges együttműködés, hasonlóan a felbuzdulva a horvát sikereken. Úgy gondoljuk, hogy az osztrákok irányába is nyitnunk kell egy ilyen határon átnyúló programon keresztül. Itt a kerékpáros szokásokat szeretnénk jobban megismerni, hiszen azt látjuk, hogy a versenytárs városok külföldön, elsősorban német és osztrák nyelvterületről beszélünk, sokkal előrébb járnak a kerékpáros kultúra, a kerékpáros turizmus tekintetében, ezért szeretnénk ezt a vendégkört jobban megszólítani, a vendégkör igényeit jobban megismerni, és a végén, a projekt végén pedig egy olyan kiajánlást nyújtani a vendégek számára, ahol megláthatják azt, hogy kik azok a kerékpáros szolgáltatók itt Hévízen, és elsősorban szobakiadók, akiknél kerékpáros barát szolgáltatásokat találnak. Ez lenne alapvetően a célja, egy olyan projektnek a megvalósítása, ahol már az indulástól kezdve fogja tudni az illető, hogy hova tud menni, ahol kerékpáros barát szállást talál. És így nehogy azt higgyék a nézők, hogy a Hévízi önkormányzat kizárólag a turizmussal, a pénzzel és a kerékpárokkal foglalkozott. Számos napi rendi pont foglalkozott a közlekedéssel, a hévízi közlekedéssel. Ezek között volt olyan is, ami lakossági kezdeményezéseket fedett le, ezt oldotta meg a testület. Ami nagyon fontos, és én szerintem legalábbis az érdeklődés homlok terében van sokakat érdekel, a Széchenyi utca, a fő utca felújítása, léptünk-e? Így van. A Széchenyi utcában egy tervezést indítottunk el, hiszen a Széchenyi utcát közösen a Magyar Közúttal fel szeretnénk újítani. Sok olyan utca van a városban, amire ráfér a felújítás, ezek folyamatosan napirenden vannak, folyamatosan vizsgáljuk azokat a lehetőségeket, mint pályázati, mint egyéb pénzügyi lehetőségeket, hogy lehetne ezeket az utakat felújítani. Itt most volt egy lehetőségünk, illetve lesz egy lehetőségünk a Széchenyi utcának a megújítására. A tervezés elfogadása, tehát a tervezési költségvetés elfogadása volt most a testületülésen napirendi ponton, ezt követően következik majd a tervezés, és remélhetőleg jövőre már elkezdődött a kivitelezés is. Várjuk, szerintem többen, sokan. Nagyon szépen köszönöm, hogy a segítségünkre volt. Én köszönöm a lehetőséget.